Szervusztok, üdvözöllek titeket a Zoomon keresztül is a Forever TV virtuális stúdiójába. Örülök, hogy megint beszélgethetünk, és vágjunk is bele. Endre, kérdezted, hogy miről lenne szó, és mondom, hogy írtam neked, hogy például a minősülésekről, és akkor ezzel föl is adom a labdát, puskázok, hogy én megkaptam ugye a Szárnyai Sydney-be listát, megkaptam a Chairman's Bonus idei listát, és a Global Rally idei listát, és mind a hármon rajta vagytok. Tehát már hát rossz évetek nem volt. Nem, ez egyáltalán nem véletlen, ezt terveztük, és a 2020-as évünk nagyon jól indult, és már februárban láttuk, hogy a csapat szépen összeállt és elindul. Aha. Az volt az első, és abban az évben az utolsó offline rendezvényünk, és nagyon, nagyon ütős volt ez a rendezvény. Célokat állítottunk fel, és nekünk is az volt a célunk, hogy amit Rex kínál, azt pipáljuk ki, és csináljuk ezt meg. Tehát nagyon jó évünk volt, és a márciusban már ki tudtuk pipálni az autóösztönző harmadik szintjét. Egy aha, különlegesen jó hónappal. 150 non-manageri pontot is túlszárnyaltuk, és több mint 350 totál pontunk volt. Minden remény megvolt arra, hogy aztán a 3000 ponthoz közel, illetve azt túlszárnyal eredményünk legyen, ha nincs vírus. Így van. De egy kicsit az életünket nekünk is a vírus mássá tette, kihívás volt, különleges év volt, aha, felvettük a fonalat, és igyekeztünk annak megfelelően lépéseket tenni. Hát van, akiknek ez a helyzet, ez a karantén helyzet, ez még segített, és akkor nektek egy picit visszavett, jól értettem? Hát talán inkább úgy gondoljuk, vagy mi úgy láttuk az elmúlt évet, hogy egy tanulási év volt gyakorlatilag. Mi inkább az offline hálózatépítésben voltunk és vagyunk szerintem jók, és ez volt a mi életünk. Tehát ugye itt nézzük azt is, hogy kinek mi a cél, ki a célcsoportja, és a mi célcsoportunk azok az emberek, akik nálunknál mondjuk max 20 évvel fiatalabbak, akiknek mi hitelesek vagyunk, őnáluk körülbelül a fele nincs online térben. Mm-hmm. Tehát igazából nekünk a hálózatépítés az inkább offline volt a tavalyi év elejéig. Uh-huh. És de mai napig nincsenek a partnereitek igazán mindannyian online? De vagyunk már, tehát ez alatt az év alatt mi kialakítottunk egy komoly rendszert, egy uh-huh, online hálózatépítési struktúrát, amiben meg tudunk tartani minden rendezvényt, és meg is csinálunk, tehát megcsináljuk az online regionális rendezvényünket, a nyíltakat, termékbemutatókat, üzleti bemutatókat, uh-huh, az oktatásokat, vannak tudástárral kapcsolatos komoly hát anyagaink, amit tudunk az embereinknek mutatni, tehát ma már ezt megoldottuk, tehát ez az év volt nekünk az, amikor igazából nem offline dolgoztunk, mi is online dolgoztunk, és tudod, ebben én úgy gondolom, az egy hatalmas teljesítmény, hogy a teljesítményünk, az összpontszámunk az év végére egyáltalán nem esett, hanem növekedett. Lehet, hogy nem olyan mértékben tudott növekedni az egész éves teljesítmény, mint annak, akinek az előző évben már megvolt egy online rendszere. Uh-huh. Viszont nem estünk vissza, sőt, növekedett, és elindultak a csapatunkban fiatalok, azok, akik tényleg mindennapos életüket ott élik a kibertérben, vagy az online térben, vagy mondhatnám a social médiákon, és ők is most már szépen haladnak, tehát kialakították azokat az alapokat, amivel szerintem most már tudnak haladni. De hát ez változatlanul úgy van, hogy a mi célcsoportunk azt várja, hogy szemtől szembe nézzünk, beszélgessünk, és hát persze az eszközeink már megvannak hozzá. De képzeld el, hogy az elején voltak olyan embereink, akiknek nem volt megfelelő számítógépe, amivel tudott volna dolgozni, de a szomszédait, a szomszédfaluba levő embereket meg tudta, vagy városnak egy másik városrészben levő embereit offline meg tudta volna keresni, viszont így most ez nehezen ment neki. Tehát igazából nagyon nagy fejlődésen mentünk keresztül ez alatt az év alatt, a tavalyi évben, a 2020-ban, mert hogy az embereink megtanulták használni ezeket az eszközöket is, és ebben rengeteg munkánk van, és hát a nagyon jó érzés az, hogy végül is a teljesítményünket hoztuk, tehát továbbra is 2500 fölött vagyunk,
jobbak vagyunk, mint az elmúlt évben összpontszámban, de az eleje, a tavalyi év eleje, az előre vetíthette volna azt, hogy ennél sokkal nagyobb teljesítmény lesz, ha azt a tempót úgy tudjuk csinálni, ahogyan akkor elindultunk. Te, Bandi, te az autóösztönzőről már eszembe jutott, hogy tavaly néztük az autódat, vagy tavaly előtt talán, hogy pár hónap, mutattad, hogy pár hónapja vetted, és utána mutattad, hogy hány kilométer van már benne, és én elképedtem, közben én is viszonylag messziről ingázok mondjuk a Nefibe, tehát én azt hittem, hogy én sok kilométert teszek hónapról hónapra az autómba, egész addig ezt hittem, amíg nem láttam a te autódat, szóval, hogy ez a Forever to Ride neked nagyon jó, de most akkor nyilván nem mész ennyit. Tehát ezzel azt akartam mondani, hogy te a világ összes útját végigjártad. Felét teszem meg kilométerben, mint általában megtettem. Ez nálam olyan 60-70 ezer kilométer volt éveken keresztül, amikor még nem volt online lehetőség. Borzasztó sok, igen. Hanem én ezt szerettem és élveztem. Autót vezetni szeretek, találkozni szeretek az emberekkel, és igen. Nagyon gyorsan halad a rendszer ilyenkor. De tudom, hogy hát nem ez a lényeg, hogy most mindenkit arra tanítsunk meg, hogy feltétlenül sok-sok ezer kilométert tegyen az autójába. Hanem... Igen, de aki ilyen típus, mint te, az te hogy élted meg? Neked ez benne van a lábadban, nem? A ez nekem nehéz volt. Ez nekem nehéz volt benne a lábamban, jól akartam menni, találkozni akartam vele, kezet fogni vele, igen. Kávét meginni vele, és így tovább. De ezt meg tudtuk teremteni úgy, hogy Zoom beszélgetésekkel meg tudtunk teremteni úgy, hogy egy Messenger videó beszélgetéssel, tehát a technikát használni kell ehhez. Aha. És most ez másolódik jól, de én bízom abba, Tamás, hogy nem fogom elfelejteni az offline munkát soha. És ez a világ nyílik, mind a kettőt fogjuk használni. Hát meg ezzel a harmadik szintű Forever to Drive-val ezzel nyilván megint valami jó kis, nem mondj márkát, de nyilván valami jó kis autód lesz, amiben majd... Ez már olyan, amiben ültem, ami úgy kinéztem magamnak, hogy ez nem akármilyen autó. Aha. Olyan álomautó volt, ez volt az álomautó. Aminek megvan az ereje, a kényelme, és jó megjelenése is van. Hát figyelj, reméljük, hogy fogsz még benne sokat ülni. Azt akartam még kérdezni, hogy ugye volt nektek a tavalyi évnek még egy nagy hozadéka, a hanyadik, negyedik unoka? Igen, megszületett a negyedik kisunokánk, ő Mátéknál a második, egy kicsi fiú, Gellért, most már 4 hónapos, és hát egy csodálatos kisbaba, aranyos, szép kis tünemény, kis sötéthajú, ügyes kisgyerek, úgyhogy indul a negyedik projekt is. Építjük a családunkat is, tudod? Hányan vagytok ti már? Ugye ti egy ilyen nagyon nagy családot tudtok összeszámolni. Sokan igen. Hallották már ezt a történetet, hogy Lindával a menyetekkel érkezett. Igen, a testvéreit is mi neveltük akkortól. Akkor a legkisebb 4 éves volt, amikor a testvérei közül az egyik, aki hozzánk jött, és utána mi velünk együtt nőtt aztán nagyjá. Ő most már 21 éves, 21-edikbe van, ő a táncos fiú, nagyon ügyes, és aztán van még másik 2 fiú és 1 leány. Hát, hagyd tegyen hozzá azonnal, mert büszkék vagyunk rá nagyon ahhoz az eredményhez. Igen, igen. 2020-ban, 21-ben magyar bajnok lett, sőt a világ ranglistán az első 10 között emlegetik Ádám. Így van, Szabó Ádám, ügyes, nagyon szépen, no. Nagyon tehetséges fiú és forgalmas. Igen. Mellesleg Foreverben menedzser. Ha már a családunkról van szó, akkor a mi családunk valóban nagy és több generációs, mert az én szüleim még élnek, jó egészségnek örvendenek, az édesapám 89-be van, az édesanyám 3 évvel fiatalabb, remek állapotban vannak, és éppen a minap beszélgettünk egy Zoom beszélgetésen, és képzeld el, hogy nyilatkoztak, hogy az ő számukra mit jelentett a karantén. Hát ezért nekünk ez egy kicsit nehéz volt, mert ugye az ő ellátásukat is meg kellett szervezni, és de azért tudtunk kicsit találkozni is, úgyhogy ez egy szép igen, dolog. De azt fogalmaztál így a beszélgetés előtt, a felvétel előtt, hogy tulajdonképpen 5 generáció van nálad. Hát igen. Ők a dédszülők, mi vagyunk a nagyszülők, ott vannak a gyerekeink, aztán vannak a fogadott gyerekeink, és a gyerekeink gyerekei.
mondhatnám úgy is 4,5 vagy 5 generáció, igen. Hozzáteszem azt, hogy a képzeljétek el, az apu 89 évével odaül a számítógép igen. mellé, új ismereteket tanul, nyitott, és tudok beszélgetni így interneten keresztül. Igen, ő is tud zoomolni. Tud zoomolni. Persze, persze, igen, igen. 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 Na figyeljetek, és akkor, ja is, hogy a Gellért 2020-ban, 2020-ban, 10. hó 20-án érkezik. Igen, igen. Különleges szám. Igen. Remélem, hogy különlegességet hordoz majd, és az Istenek is, vagy a Jóisten is segíti az útján. És akkor figyeljetek, így a végére ugye mindig az kívánkozik, hogy és akkor mi a jövő, mik a célok, és én tudom, hogy nagyon, nagyon jó kis célt, nagyon, nagyon komoly célt tűztetek ki. A cél az mindig lelkesít bennünket, és összehangoljuk a csapat célokkal, tervezzük az évünket. Ebben az évben az a tervünk, hogy legyünk Eagle menedzserek. Mindig megcsináljuk a magunk szintjén mindezt, de ahhoz, hogy egy Zafír legyen Eagle, egy picivel többet kell tenni másoknak a támogatásával. Ez egy nagyon komoly cél, hogy ott szeretnénk lenni az Eagle találkozókon. Következő cél, mint ahogy 2020-ban már kipipálhattuk, az volt a Germans bónusz. Ez egy különleges kihívás, koncentrálást igényel, és nagyon rajt vagyunk. Talán még előbb lesz az idén a pipa. Tavaly is már mikor is? Már augusztus végére, szeptember elejére már mi megvoltunk a Germans-szel. Germansnek meg kell lennie. Egy lábunk meg is csinálta az elmúlt évben, de hát most már szeretnénk, ha ez is egy kicsikét talán emelkedne. A második szintre szeretnénk lépni. Van, aki akarja és szeretné megcsinálni. És látjuk azokat az embereket, akikben benne van a piros szalag. Ott van az a kitűző, ami a menedzseri szintet jelenti. És nekünk elhatározásunk, hogy 2022-ben talán amikor megrendezésre kerül ismételten Sydney a gyakorlatban, ez a cél, akkor ott át tudjuk venni a következő szintnek a megfelelő kitűzőt. Tehát hajtunk a gyémán-zafír szintre. Igen, már nagyon régóta szeretnénk, hogy ez menjen. Több alkalommal úgy volt, hogy már indultak, és aztán ilyen-olyan-amolyan. De mindig inkább. Ez mindig mástól függ ez a része. Össze fog ez jönni. Megteszünk érte mindent. Mi minden. Rajtunk nem múlik. Tehát ami rajtunk múlik, az rajtunk nem múlhat. Igen. Klajági után szabadon. Igen. Hát igen. Na, örülök, és akkor hát csak mindenkinek ilyen eredményes éve legyen, és ilyen legyen ez a 21 is, meg a 22 is. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést. Köszönjük szépen a meghívást. Nagyon hálásak vagyunk, hogy itt lehettünk. Üdvözlünk mindenkit. Sziasztok. Sziasztok.